Egy mai nem mindennapi részünk következik, és nem máshol, mint Gödöllön a G1 Fitnessben, ami nemrég nyílt és debütált itt a környéken és a fitness termek világában. Vendégünk Molnár Péter. Üdvözöllek, Peti. Üdvözöllek, Tomi. Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok. Ugye azok az emberek, akik ilyen témakörű videókra klikkelnek, mint amit mi gyártunk, azonnal már szerintem téged nem kell bemutatni. Sőt, szinte senkinek, aki ebbe a sportban bármilyen szinten érdekelt, akár hobbi szinten, akár versenyzőként, mert a te pályafutásod önmagáért beszél, és igazából önmaga hírét terjesztette az utóbbi hány évben is? Hát 20 éve vagyok ide a sportban, 10 év az az olyan idézőjelben magasabb szintű versenyzés, amit folytatok, hát inkább itt a hosszú táv az, ami eredményességet mutat. Hosszú, kiegyensúlyozott és folyamatosan fejlődő karrierről beszélünk, igaz? Igen, hogy mondjam, az élet arról szól, hogy végig tanulsz és életed végig az utolsó lélegzetvételig, és ugye próbálod fejleszteni azt, amiben jó vagy, és amit szeretsz csinálni, és ez, hál' Istennek, ebben a sportban találtam meg magam. Én nagyon hálás vagyok azért a pillanatra, amit most élhetek itt meg, hogy a riportot én készítettem el veled, a mai riportunkat, mert ugye én is kis gyermekkorom óta benne vagyok ebben a sportban, nem olyan aktív szinten versenyzésem, mint te, közel se, viszont ugye szegről végről mindig érintett vagyok ebben a témakörben, és én végigkövettem a pályafutásodat nagy rajongással és tisztelettel, és én nagyon vártam, hogy azon kívül mi futólag sokat találkoztunk versenyeken, és beszélgettünk egy pár jó szót, nagyon vártam, hogy leülhessek veled, és tényleg elbeszélgessünk erről a világról, és rólad, és a pályafutásodról, a jelenről, a tervekről. Picit irigy is voltam az előző részünkre, ahol Füzesi Tibivel találkoztál, mert ott tényleg érintettétek azt az egész te valódat, a sportolói létedet, és azt, ami a sportoló mögött van. Ezt nagyon szívesen elbeszélgettem volna veled elő én is, de végignéztem a videót, úgyhogy most nem fogom azokat a pontokat firtatni. Viszont én úgy gondolom, hogy nagy bejelentésünk van, mielőtt a profi szezonodról beszélnénk, mégpedig az, hogy a Mánia Fitness csapatában üdvözölhetjük Petit. Beszéljél nekünk kicsit, hogy mi ez a váltás, hogy mifelé tekintesz most, hogy történt ez az egész dolog. Nem is az, hogy váltás, hanem elindult egy közös munka, és értékelve van az a szakmaiság, amit így mellé tudok tenni annak, az üzleti háttérnek, amit képvisel. És így tudtunk egy közös nevezőre jutni, úgyhogy szerintem ez jól fog elsülni. Úgy indult az egész pályafutásom. Szerettem magát a sportot, ebből kialakult egy versenyzés, utána megszerettem azt a pályafutást, azt a karriert vinni, és amikor idézőjelben most már azt érzem, hogy kiöregettem ebből a dologból lassan, de biztosan, tehát most már azért a prioritások megváltoztak, akkor megmondom őszintén, hogy maga az edzőterem tulajdonosi vonal tesz igazán boldoggá, az edzőterem fejlesztése, szervizelése és megalkotása. Tehát ez, azt mondom, hogy ugye a testépítés egy alkotás. Tehát a saját műalkotásodat produkálod, egy produktumot hozol létre, mind a mellett, hogy ugye maga a sport az borzasztóan segít abban, hogy egészséges legyél, egészséges önbizalommal, tehát kívül-belül rendben legyél, stabil legyél, napi szinten ad sikerélményeket, amit egyszerűen szeretni lehet. Tehát egy férfinek szerintem bármelyik sport, de valahogy számomra ez az a sport, amiben azt tudom érezni, hogy szerintem egy abszolút férfias, egy maszkulin sport, és egészség, és kisugárzás, és külső külalak. Viszont most már eljutottam abba a korba, hogy ugye fontosabbá vált az, hogy valami magamnál nagyobbat alkossak. Ugye vannak előttem járó olyan példák, akik tényleg maradandót alkottak, és ez motivált engem is, hogy tovább lépjek ezen a vonalon. És hát végigjártam a nagyvilág összes termét, tehát amikor volt alkalmam külföldön tartózkodni, illetve az itthoniakat is, megismertem az összes nagy forgalmazót, végigpróbáltam a gépparkokat, és kialakult egy olyan vélemény, ami meg tapasztalat, amivel egy ilyen kölcsönös jó munkát tudunk majd egymás segítésére. A második generációs családi fitness termet, ahogy vezetem, szívvel, lélekkel csinálom, és én megmondom őszintén, valahol azért nem is tudtam többek között ennyire belevetni magam az élsport felfelé ívelő pályájára, mert mindig visszatértem ahhoz, hogy a versenyzés mellett
a fitnessterem, az edzéstartás, a fitnessterem vezetés, a fejlesztés, ennek volt munkaórában is nem kevés ráfordított idő, anyagilag is többet csoportosítottam erre, mint amit a versenyzésre is kellett volna. Úgyhogy szívből át tudom érezni azt, ami most rád vár, és amit az utóbbi években ugye te már alkotsz és megalapítottál, és most tovább fejlesztesz. Nagyon, nagyon értem, miről beszélsz, és kíváncsian várom azt azokat a további lépéseidet, amit a termeddel kapcsolatban megvalósítasz. De mielőtt kicsit így előre szaladunk, beszéljünk arról, hogy a te amatőr pályafutásod most csúcsosodott ki. Tehát te bekerültél méltóképpen, méltó formával bekerültél a profi világba, megmérettettél. Kérlek, mesélj a mostani szezonodról. Gyorsan annyit elmondanék, hogy ugye azért családos ember vagy, tehát az is azért egy visszatartó erő, de nem vesztettél semmit, mert két nagyon nagy dolgot építettél fel. Tehát a mai világban a család is érték, és egy edzőterem, egy olyan edzőterem, ahol abszolút beraksz egy új gépet, és odajönnek a srácok, és hálásak, és megköszönjük. Ez elmondhatatlan érzés. Tehát, hogy mondjam, tehát amikor mondjuk veszel magadnak egy autót, az egy hétig neked jó. Igen. Utána rájössz, hogy azon kívül senkit nem érdekel. Pontosan. De amikor az edzőtermedbe veszel egy eszközt, és a srácok ezt értékelik, akkor, hogy mondjam, akkor adsz valamit a világnak. Olyan jó érzés úgy bemenni az edzőterem, hogy látom az arcokat, hogy már megint van valami, igen, változás. Tehát ezt egyszerűen nem tudom elengedni, és megmondom őszintén, hogy amikor volt olyan, hogy ültem a versenyen, néztem a versenyt, és már azt éreztem, hogy néztem a győztest, de mondom, basszus, tök jó, de többre vágyok ennél, többet akarok enni. Tök jó ez az érzés, hogy a te neved mondják ki utoljára, de többre tartom most már ezt a részét az életben, ebbe a periódusba. És akkor hát az amatőr pályafutásom, megmondom őszintén, hogy a legelején én nem akartam versenyezni. Tehát láttam magazinokat, és amikor megtaláltak ezzel az edzőteremben, hogy szívesen segítenének, ha van ilyen ambícióm, aminek azért örültem, mert hát hamar rájöttem, hogy azért vannak nálam okosabbak ebbe a dologba, és nem beleszületett tudás az, ami egy edzőteremben szükséges, mint hogy sokan gondolják, mert olyan egyszerű, triviálisnak tűnik az eszközök használata, stb. Viszont ugye cserébe versenyzésre kényszerítettek, hál' Istennek. És hát nekem az első benyomásom, az első gondolatom az volt, hogy hát láttam ezeket az embereket a magazinban, hogy nem vagyok oda való. Tehát ne csinálj már hülyét belőlem, tudod. De hál' Istennek meg tudtak arról győzni, hogy persze most így nézel ki, de azért ebbe a fizikumban van sokkal több potenciál. És hát így indult az egész, ugye az eszközök azok elég minimálisak voltak, a rendelkezésre álló eszközök, és hát hál' Istennek, ahogy ugye én azt látom, hogy tényleg, hogy energiát fordítasz valamire, akkor megnyílnak kapuk. És hál' Istennek ez egy folytatólagos dolog volt, és eljutottunk ideig, hogy az amatőr pályafutásomat ugye azért erőltettem hosszú ideig, mert anyagilag egy rentális dolog volt, tehát jó kereső testépítő voltam, ami annyira nem gyakori, főleg amatőrbe. Viszont ahogy az idő eltelt, és ugye mindenkinek van egy ilyen prime időszaka, tehát sokszor azt hallom, hogy én azon túl vagyok már, és úgy lettem profi, de szerintem most azért bizonyítottam, hogy azért van még néhány kilométer ebbe a testbe, hogy hát igen, mint egy ilyen tapping a torta tetejére, hogy szerettem volna a karrieremet azzal, hogy mondjam... Megkoronázni igazából, így van, nem? Megkoronázni ez a legjobb szó, hogy ugye sokat hallottam azt, hogy féltem a profitól, vagy nem tudok érvényesülni, stb. Mondjuk azt sose értettem, hogy egy sportol miért félne egy magasabb ligába átlépni, amikor az egy egész életünk a kihívásokról szól, tehát maga van. Az edzőtermi tevékenység arról szól, hogy a saját határaidat pedzegesd, hogy miért félnék bármelyik másik versenyzőtől. Hát ha ő nyer, akkor az nekem egy borzasztó nagy tapasztalás, hogy mit kell csinálnom, hogy jobb legyek én. Én amikor az amatőr pályafutásod során láttam a Facebook kommenteket, vagy olvastam a fórumokat, akkor még ugye divat volt fórumokon témázni, ott azt latolgatták, hogy ez a forma, amit már Peti képvisel, vajon miért nincs profiba, és sokan erre tértek, hogy valószínű azért, mert hogy ugye azért neked, ahogy te is említetted, az amatőr versenyzésben már akkora neved lett, olyan meghívásokat kaptál versenyekre, pénzes versenyekre, hogy azért neked, te itt tudtad szépen visszakeresni azt a rengeteg pénzt, amit beleinvesztáltál ebben a karrierbe.
És ugye azért ezt ebben szépen még kiváradtál, megjáratod ezt az egy-két évet még ebbe, amíg tudtál azért magadnak ebbe akár anyagi tőkét is kovácsolni. Ez volt számomra is a legoptimálisabb válasz, vagy latolgatás a sok ilyen egyéb más megnyilvánulás. A legtöbb sportoló ott hibázik, hogy nem jól méri fel a lehetőségeit. És annak ellenére, hogy nekem lett volna lehetőségem rá, nem léptem meg pont az anyagi vonzata miatt. És amikor először találkoztam olyan nagy nevekkel, akik hát az élvonalbeli open testépítők, és azt mondták, hogy you're great man, jól csinálod, amit csinálsz. És a magyarok meg azt mondták, hogy micsoda hülyeség, hogy nem próbálja meg a profit, akkor úgy mérlegre teszed, hogy várjál már, aki belelát ebbe a dologba, azt mondja, hogy jól csinálod, azért, mert effektív egy fenntartható fizikumot egy kevésbé terhelő életvitellel is jól tudtam mozogni ebbe a közegbe. Míg nálamnál akár jobb sportolók erőlködtek, és sajnos nem úgy jött a szponzoráció, sajnos elmaradtak az eredmények, mert azt kell megérteni a legtöbb sportolónak, hogy nem elég jó atlétának lenni, mert a világ szinte 8 milliárd emberből biztos, hogy lesz jobb atléta, meg ott van még mondjuk 1000 hozzád hasonló. Ez kevés. És ennél valami több kell. Nem tudod megfogni, hogy mondjuk Chris Bumstead-et miért követik, mit tudom, 15 millióan, de fölrak egy olyan triviális posztot, mint bárki más, és mondjuk 500 ezer like, vagy 1 millió like, nem értik, hogy mi a különbség. Én se értem a mai napig, de meg kell próbálni azonosulni ezzel a dologgal. Tehát meg kell próbálni fejleszteni magad ezen a szinten, hogy ne maradj egy egyszerű gyúrós, mert arra senki nem kíváncsi. És ugyanazokat a dolgokat kell mutatnod kifelé, mint a nagyok, de nekik mégis sikerül, és ezt kell megtanulni, ez a siker kulcsa, tehát egy győztest, ez választja el a többi atlétától. És egyszer mondtam azt, hogy ugye nagyon sok jó atléta van a világban, nagyon sok, de nagy a halmaz, de abból kevés az, aki nyer, aki győztes. Meg kell találni az okát. Tehát ugye egy jó atléta, ha veszít, akkor sokszor ugye mondjuk a másikat kritizálja, vagy azt mondja, hogy elcsalták, ő nagyobb név, stb. Nem magába keresi a hibát, mert az nehéz. Az egója nem engedi, hogy megkeresse azt, amivel ő jobbá tud. Nekem mindig az volt a célom, hogyha valaki jobb volt nálam, de amikor már nem, akkor is kerestem, hogy miben vagy jobb. Tehát lehet, hogy én nyertem a versenyt, de olyan hajlító farizommal rendelkeztem, amivel én nem. Most például ez volt. Tehát megpróbálok feljavulni hozzá az ő szintjére abban, amiben ő jobb. Nem azt keresem, hogy megmagyarázzam. Nincs mit megmagyarázni. A bírók döntése soha nem személyeskedés, ez egy döntés, amit el kell fogadni. Meg kell tanulni az ő szemükkel látni, és úgy. Tehát lehet, hogy te tök jónak látod magad, meg a barátnőd, de a bíró nem azt akarja látni a színpadon, amit te képviselsz. Ennyi. Én azt láttam, hogy mindig nagyon alázottal kezeltél minden egyes kritikát, ha kaptál, mert te kértél is. Tehát amikor te neked akár első helyezeted volt, második vagy harmadik, én a posztjaidban mindig azt szűrtem le, hogy te építesz a kritikára, és kerested is a kritikát, mert abból tudsz fejlődni. Azt nem látják az emberek, akik, hát most idézőjelben, tehát a kritika az építő jellegű, azt meghallgatod, főleg, ha olyan mondja, ki ért hozzá. Igen. A destruktív kritikát, ott az a baj, hogy mondjam, azzal meg azért kommunikálom le, mert megmondom őszintén, hogy szerintem a legnagyobb motivációja az embernek az, hogyha olyan embernek akarsz megfelelni, akinek veled van gondja. De tök mindegy, hogy te mit csinálsz az életben, akkor is probléma leszel a szemébe, akkor is egy tüske leszel, mert ha azoknak akarsz megfelelni, akik amúgy is kedvelnek, akkor nincs fejlődés. Igen. Tehát valahol mindig azt kell érezned, hogy eljutottam ide, de még ez nem elég? Hát akkor menjünk tovább. Tehát nekem az a legnagyobb motiváció. Ők azt hiszik, hogy ezzel ártanak, vagy beléd bújnak, és mérgeznek belülről, és remélik, hogy majd elbuksz, és pont ők a legnagyobb motivációja a dolognak. És ezt mondta Jay Cutler is, amikor visszaszerezte az olimpiai győzelmét, hogy az volt a cél, hogy akik utálják, azok is azt mondják, hogy ez azért ott volt. Egyrészt ugye, amikor ketté vált a szövetség, az lehetőséget adott, tehát azért megnyílt a lehetőség. Megnézzük Kamalt, aki 2012-ben olimpiát nyert 48 évesen, soha nem volt esélye, hogy profi kártyát szerezzen. Nekem is azt mondták, hogy mivel egyéb szövetségeknél indulok, ezért 2 év eltiltás, után próbálhatom meg a profi kártyát, kevesebb lehetőség van, hogy megszerezd,
Tehát azt mondom, hogy mondjuk legalább egy évet rá kellett volna szállni arra, hogy még megszerezd a kártyát, és utána x év, amíg érvényesülsz benne. Tehát ez nem volt egy opció. Viszont azzal, hogy ugye szétvált a szövetség, és beengedték ennélkül a eltiltás nélkül is a versenyzőket, az amatőr versenyzőket, így könnyebbé tették ezt az utat, így lehetőség nyílt. Ugye megszületett a klasszik divízió, ami megint csak nekem nagyon tetszett, mert mindig is ezt a vonalat képviseltem. Hát a harmadik dolog pedig az, hogy amikor már nem megélhetés maga a sport, akkor újra tudsz azzal az elánnal élve, azzal a szerelemmel sportolni, hogy mint a legelején. Szíved után mehettél meg. Így van, az eredmény volt a lényeg. És adásul megmondom ezt, hogy például amikor 8. lettem az első Arnold Classic szereplésemen. Amire külön meghívtak téged, ha jól igen, és igaz? Magyart még nem. Igen. Tehát, ha férfit biztos, hogy nem. Hívtak még meg az Ohio-i 36 éve rendezett versenyre. És ugye hát azért éreztem, hogy nem vagyok a top 6-ban, azért az úgy megüli a lelkét az embernek, mert arra számoltam, hogy azért top 3, és az olimpián mondjuk top 6, ez volt az én elképzelésem, de hát ember tervez Isten véget. És hát azért úgy nem ült ki az arcomra, mondta a párom, hogy tök profin kezelted, de azért amikor lejöttünk a backstage-be, ugye mentünk körbe, akkor úgy éreztem ezt a kellemetlen érzést, hogy azért nem nagyon volt még olyan, hogy a top 6-ban nem vagyok benne. Tehát azért az úgy megnyomott. És előtte ment Logan Franklin, aki második helyen végzett a top 3-ba, küzdött a győzelemért, csóválja a fejét, és hátrafordít, és azt mondja, hogy tesó, abban ne hagyd, mert kurva jó vagy, csak nem ismernek. Meg elment mellettünk a tavalyi győztes, Arnold Classic győztes Fellow Camboneiro, és az is mondta, hogy milyen válladnak karod van, ember. És így álltam, mondom, én megérkeztem. Mondom, ezek nem az van, hogy elsitálok mellettük, és köpnek egyet, igen, amúgy mosolyognak az arcodba, hanem ezek az atléták, ezek úgy kezelnek, hogy itt vagy köztünk, te ide tartozol. Tehát én 10 évig az amatőr pályafutás a nagy részét ugye úgy éltem meg, hogy mivel teljesítményorientált volt a dolog, ezért sokan ugye gyűlöltek, hogy miért jössz ide 6-szorra ezt a versenyt elhozni, vagy 4-szerre, nem volt még elég az a cím. És most miért állnál fel a pókerasztaltól, ha nyerésbe vagy? Tehát itt már az anyagiakról szólt, nem a serlegről. Sőt, volt olyan, hogy már vége felé tényleg tudom, nagyon jól van olyan olasz verseny, amiért régen öltek volna. És lejöttem a színpadról, megvártam, még elmegy a harmadik helyzet, mondtam másnak, gyere ide. Odaadtam neki a érintem a serleget, hogy tök kellemetlen, ez téged illet, én csak a pénzért jöttem. Nem hittem, hogy hülyéskedsz, hogy elkezdett sírni. Mondom, de hogy is tudom, hogy ez mit jelent. Nekem már ez megvan, éld meg te is, mert tényleg megérdemelted. És egy kicsit úgy azt éreztem, hogy na jó, tényleg akkor azt éreztem, hogy itt a vége az amatőr pályafutásomnak. Illetve a Covid az jobban megrázta a kisebb szövetségeket, mert ugye a nagy frémet mindig is az IFBB Pro League kapja, és kapta. Viszont a kisebb szövetségek próbálják magát a versenyzőt jó értékelni. Hogy jót versenyzik, és jól értékelik, és megfelelően finanszírozzák azt, hogy te jó vagy. Viszont ugye az ő, resource, az ő anyagi lehetőségeik is csökkentek azáltal, hogy ugye bizonyos szponzorok akár lehasaltak, vagy tönkrementek, vagy nem tudták most ezeket a versenyeket szponzorálni, és akkor mondtam, hogy itt minden összeállt arra, hogy nekem tovább kell lépni. És tovább léptél, meghoztad a döntést. A döntés megszületett. A verseny felkészülésedben, az edzés metódusában, az életviteledben kellett gyökeresen változtatni dolgokat, vagy mentél tovább a megszokott úton? Olyan szinten gyökeresen, hogy nem hittem el, hogy még ez is kevés, amit változtattam. Igen? Ez a világ... ez a sok éves, berögzült tapasztalat és múlt tudott egy nagy reformáláson átesni? Úristen, el nem tudott hinni, hogy mennyire. És pont ezt beszéltük egy orosz barátommal, közös edzőnk, Krisz Eszító, hogy... Hát, erre még külön kitérünk azért majd. Mondta, hogy imád vele dolgozni, hogy nem hiszi el, hogy gondol valamire, és egy nap múlva kapja üzenetbe. Úgyhogy meg sem említette. Például pont azt beszéltük neki, a szénhidrát bevitel nem lényeges, nagyon alacsony szénhidrátum van, viszont nagyon sok folyadékot és 15 g sót eszik, és az ember úgy nézett ki a verseny, hogy nem hittem el. Olyan koponya feje volt, hogy mindenért látszott a fején, olyan romszáraz, hogy rendesen sajnáltam. Ott áll, nyomkodja a telefonját, vártuk a taxit, így állok mellett, és mondom, ez nem fog meghalni?
Hát ez borzadály. Pedig te láttál már egy-két dolgot. Igen. És tök jól érezte magát a bőrébe, és ugye neki ez volt a recept, basszus, hogy neki nem olyan fontos a szénhidrát, és pikpak kiszúrt az, nem mondom, hogy öreg, de a mester inkább ez a jelző, mert abszolút igaz rá. És nálam is volt olyan, hogy egy-két dologgal elcsúsztam, és úgy benne volt a fejembe, de nem mertem említeni, és az a két nap múlva rákérdezett, figyelj, ez működik, ez így van? Atyaig, mondom, ezt nem hiszem, a képek alapján. Ugye, ahogy közeledik a verseny, egyre gyakrabban kér képeket, tehát a verseny előtt. Volt olyan, hogy időeltolódás miatt kérdezte, mikor kelsz föl reggel? 7-kor. Mikor vagy színpadon? Hát mondom, délután 1-kor. Jó, akkor beállítom az órát, 7-kor küld a képeket. Ami neki hajnali 1 volt. Igen. Mondom, dehogyis, ne hülyéskedj, tudok mindent, megkaptam minden információt, pihenj. Nem, küldjed. Írta, you're good? Azt nem hiszem, hogy tényleg felébred, basszus. Szóval... Milyen figyelmet kapsz a távolból és egy ekkora névtől? Tehát nem a... 100 nem, versenyzője ezt van. Ezt tartom mondani, hogy biztos sok versenyzője van, és azért nem egy ilyen tucantként kezel mindenki, hanem megkapod azt a figyelmet, amit a személyed, a formád, az időzítésed, a versenynapod megkíván, igaz? De megkapják a többiek is szerintem, annyi, hogy... Ezt mondom, hogy valóban szóval, hogy ő ilyen. Igen. Tehát ő a kanapén alvos, úgyhogy családja van, nem kellene ezzel foglalkozni, de szerelem, ez a sport. Szeretet, én is szeretnék majd így élni. Tehát, hogyha valaki megérdemli belül az, hogy jó atléta legyen, akkor segítek neki kívül azzá válni. Hogy mondjam, tényleg átreformálta az egészet. Tehát ez egy dolog, hogy hát, amikor az első étrendtervet megkaptam tőle, akkor az azt megnézte, azért ő is ért hozzá elég keményen. Ennyi. Arról szól, hogy a következetesség és a folyamatosság. Tehát ez nem úgy van, hogy hopp, és akkor holnaptól a 100%-ot csinálod. Ami nagyon tetszett, az egyik versenyen találkoztam egy atlétával, aki szintén az ő atlétája volt, nem tudtam, és küldött egy közös képet. Neki mondta, el volt állva a srác, hogy téged úgy hív, hogy a Golden Boy, és mennyire imád, és annyira jól esik az embernek, hogy úristen, hogy ilyen, most is küldte, hogy ugye nem engedtek indulni az utolsó versenyen, nem fértem be súlyba, de egy szabad poszt nyomtam, és ezt megnézte, és mondta, hogy annyira jól csinálod ezt, hogy ez látszik, hogy ez a tömeg, hallod a hangot, kihallod a zenén, hogy élvezik, és élvezik. Veled vannak. És mondta, hogy neki is. Tehát írtam, hogy hát ez a szórakoztatás része, tehát próbálom ezt átadni, mondta, hogy ezt jól csinálod, és mondom, tetszik? Mondta, hogy szuper cool. Mondom, ez, hogy te ezt mondtad, ez nekem többet, mint bármi más. Nagyon művészi, ahogy pózolsz, és én a régi idők testépítésében szocializáltam, nevelkedtem fel, és ott még nagyon fontos volt a szabad póz, nagyon nagy hangsúlyt fektettek rá. Volt egy korszak, amikor szerintem szelidült a póz fontossága, a kür fontossága, de aztán megint visszatért, főleg a profi szekcióban azért jelen van és jelen volt, és te ezt képviseled. És a te klasszikus formáthoz, az a klasszikus művészi előadásmód, és neked nem is erőlteted, mert próbálják ezt az érketlenül adni, de nem mindenkinek olyan elegáns a dolog. Neked látszik a beletett munkaóra, a gyakorlás, hogy egyé tudsz vele válni, és ez tényleg nagyon, nagyon impozáns a megjelenés, amikor te azt a kürt leadod a színpadon. Amit beszéltünk, hogy mi választ el engem a legjobbaktól. Tehát ez minden szinten próbálod fejleszteni magad, ez a lényege. Nem csak az, hogy a teremben, mit tudom én, van egy elképzelésed, hogy te most 200 kilóba 16-ot fogsz gugolni, megcsinálod és örülsz, hogy itt a vége. Ennél sokkal összetettebb ez a dolog, de olyan szinten, hogy ez elmondani se lehet. Régen ugye más volt a tisztelet a sportolók felé, ugye évente egyszer volt egy megjelenésük mondjuk az olimpián, amiről te kaptál egy VHS kazettát, aminek a tetején így kicskrakszok voltak, ahol beszélt egy 3 percet a felkészüléséről, motivált, stb. Utána meg lenyomott egy szabad poszt, illetve az összevetések. Tehát nekik ennyi lehetőségük volt, hogy az embereket, a rajongókat táplálják. Igen. Most már ugye a hétköznapjainkban is belelátnak ugye az Instagram, stb. A social media segítségével, és így egy kicsit ez higult. Tehát akkoriban mi istenként tekintettünk ezekre az atlétákra, és úristen, megnézte egy ilyen videót, vagy versenyen láthattál valakit, az elképesztő élmény volt, és engem nagyon bánt az, hogy miután így kialakult ez a social media vonal, ugye a legnagyobbakat követik, és a hazai versenyzők már nem olyan érdekesek például, vagy egy hazai versenynek nem látok annyi látogatót, mint amikor én az egészet elkezdtem, és emlékszem, hogy teltház volt, és olyan hangulat, a hangulata a versenynek egyrészt, másrészt az, hogy egy profit nézel videón, nem látod olyan nagynak
a videó. Nagynak látod, de akkor tudnád igazán érzékelni azt, hogy ő mekkora, ha ott állna melletted. Igen. Úristen, ezek hogy néznek ki. Tehát nekem az első impression az az volt, amikor mondjuk Rami meghívott magához, és kezet fogsz vele, és egy ilyen palacsintasütő tenyér, akkora láb, hogy ilyen, mint valami, nem is tudom, ilyen fantasy filmbe. Igen. És ez csak, ennek nincs is köze a testépítéshez, tehát az ember erre született, hogy így nézzen ki. Ezért nem reális az, amikor sokan a összevetéseket fotók alapján kezdik kommentekbe kielemezni, amikor mozog egy ilyen izomtömeg. Az teljesen más a bírók szeme előtt, meg az ottani nézők előtt, mint amit végeredményen látunk egy pillanatképen. Vagy akár egy videón. Élőben ez teljesen más. Meg a bírók, tehát nekem volt egyszer lehetőségem, hál' Istennek, az olimpián egy a VIP-ben elég elől nézni az olimpiát, de oldalról. És nem azt láttam, mint a bíró. Igen. És utána, amikor megnéztük a felvételeket, akkor viszont megértettük, hogy aha. Tehát még akkor se, ha ott igen. vagy, akkor se biztos, hogy azt látod. A nagy kivetítőkön igen, de oldalról látod az igen. egész eseményt. Tehát eleve megítélni egy kép alapján, ahol az rakja föl általában, akinek mondjuk nem sikerült, és neki az a legjobb póz, amit fel igen. tud venni, és a másik még éppen kiengedi a hasát, vagy egyik pózból mozdul a másikba, és akkor ez alapján megítélni. Ez megint csak egy olyan dolog, de ezt profiban nem látod, ez inkább az amatőrre jellemző, hogy na, mit szóltok, nekem kellett volna nyerni. Ez is az, hogy visszajelzést akar kapni. Az alapvető emberi fejlődés szerintem ott kezdődik, hogy rájössz, hogy az emberek 90%-a örül, hogyha az egóját simogatod, megdicséred, hogy szép autód van, jól nézel ki, okos vagy, ügyes vagy, mint kiskorunkban, amikor anyu megsimogatta a buksinkat. De egy felnőtt férfi ebből nem tanul semmit, és erre nincs szüksége, mert tisztában van önmagával. Ez nagyon fontos, hogy legyél tisztában önmagaddal. És az ilyen típusú ember azt hiszi, hogy ha ezt adja neked, akkor te is boldog leszel. Mert ez tök egyszerű, tök logikus, hogyha szeretem, hogy engem dicsérnek, akkor én is megdicsérem a másikat. Csak a dicséret az egy fiatal sportolónál rosszul is elsülhet, mert azt szokták mondani, hogy amikor még nem vagy ott, akkor azért ne, amikor már ott vagy, akkor meg pont azért. És ezt ők meg pont nem fogják megérteni, és megmondom őszintén, hogy volt olyan, hogy azért indultam el egy versenyen, nem ez volt az teljes célom, de hogy egy kicsit helyre rázzam a fejét, hogy ne menjen tönkre a karrierje annak a sportolónak, hogy azért térje vissza a földre, hogy annyira még nem vagy jó, jó vagy, és lehetsz jobb, de ezzel a viselkedéssel pont elkerülöd azt a kis halmazt, ami a bajnokok halmaza, ami megint csak a győztesek közül válik ki, mert nem minden győztes lesz bajnok. Ugye a győztesek mennek mondjuk az olimpiára, de egy bajnok van. És az miben különbözik a győztesektől? És lehet, hogy van egy-két olyan versenyző, aki elküzdötte magát odáig, de beszélsz fel, és nem érzed azt, hogy neki ott lenne a helye. Lehet, hogy fizikailag igen, de emberileg nem. És mivel a nagy halmazból nagyon nehezen válnak ki ezek az atléták, pont ezért, mert az átlag emberi gondolkodás az ennyire egyszerű és kiszámítható. És hogyha nem azt mondod egy jó atlétának, hogy te kurva jó vagy, hanem azt mondod, figyelj, ebbe és ebbe kéne javulnod, egy kicsit mondjuk gondolja a jövőre, addig maradj mondjuk amatőrben, amíg felépíted a biztos anyagi hátteret, a fizikai állapotod olyan szintre jut, hogy kompetitív leszel egy olyan emberrel, aki nálad százszor többet keres, sokkal motiváltabb, sokkal egyszerűbb az élete. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor van jövőd ott. Igen. De ha bekerülsz a középmezőnybe, nem fogsz jól keresni, egy ide-oda tinglit, ami kínlódás lesz az egész, és csak ide-oda pattogsz, mint egy pingpongon, de nem érted, hogy miért nem jutsz. Így van. Hol érezted magad igazán otthonosan? Vagy hogy jellemeznéd ezt a két kategóriát magadra nézve? Amikor kivoltam az olimpián tavaly, a atlet meetingen a fiúk ott, hát ilyen kis grupok alakultak ki, mert ugye az európai versenyzőket ismertem, és hozzájuk ültem le. Azért láttad, hogy Kritz különül, tehát ilyenkor ő egy nagyon szerethető ember, de ilyenkor azért úgy a kis, hogy mondjam, a Várli közepéig érő zokni és papucsba, ott így nem kommunikált túl sokat. Úgy el van. És maga világában. Igen, várja, hogy tehát így, mint a meditálna. Fókuszban van. Nincs ott. És röhögtek a srácok, és mondom, mi van, mi olyan vicces? Basszus, rajtad nőttünk fel. Hát ugye 10-15 évvel fiatalabb srácok, és hogy úgy hívtak, hogy The Original Classic Physics Guy. Ugye ezt próbáltam én képviselni, amikor már tényleg, amit mondasz, egy kicsit kihaló félben volt ez a vonal,
Én azért máshogy néztem a szabadpózra, mert igen, úgy voltam vele, hogy a szabadpózod az olyan, mint egy fényképalbum, hogy visszanézed 10 év múlva, és emlékezni fogsz, hogy ezért választottad ezt a zenét, ebbe a terembe jártál, ezért volt ilyen a fizikumod, mit tudom én, milyen kapcsolatok voltak körülötted, mi volt az érdeklődési köröd, így mindenre visszaemlékszel, csak egy szabadpózból. Ezért több hangsúlyt fektettem rá, illetve azért, mert tudtam, hogy ha jól csinálom, akkor meg fognak hívni szabadpózolni versenyekre, szemináriumokra, pózoktatást tudok tartani, tehát egy csomó új lehetőség nyílik meg vele. Illetve többet adsz magadból. És megint elkanyarodtunk. Hát igazából az, hogy a klasszik. Két kategória volt ugye számodra tehát most. Én belül, legbelül örökké klasszik leszek. Tehát nekem mindig azt szoktam mondani, hogy az open az mentális erő és a fizikai erő és ennek a manifestációja, tehát a test beszél nekünk, a nézőknek. Igen. A klasszik, ott a lélek. Tehát ott ugye egy kicsit a pózolás szabadabb, egy kicsit többet tudsz megmutatni magadból, és egy kicsit talán művészibb, mint a másik. Mind a kettőnek megvan a maga szépség, és mind a kettőre szükség van, de ez a vonal volt hozzá mindig is a közelebb álló. Ugye 10 év versenyzését nem lehet kitörölni, tehát akkor még amikor nem volt klasszik, nem is tudtuk, hogy mire számíthatunk, és ugye én mindig openbe indultam amatőrbe, tehát súllyal nem foglalkoztam soha. Most képzelj el egy olyan srácot, aki mondjuk 16 éves kora óta fűzőbe edz, tudja, hogy mit akar, tudja, hogy basszus, ott van mondjuk 50 atléta a színpadon, a bírók, az alapállásnál már 5-öt kiválasztanak, tehát ha az alapállás szemből, de pont ezt beszéltük Tóth Danival, ott nem vagy jó, akkor mehetsz haza. A legelső benyomás, igaz? Ott first expression. Comb külső ív, comb belső, széles vál, kerek vál, szemből jó legyen a latissimus, tehát legyen egy olyan kiállásod, ami jó. Le a vákum, ugye. És pont amit beszéltünk, hogy a napi rendem olyan szinten átalakult, hogy egyszerűen rájöttem, hogy ahhoz, hogy ezt ilyen szinten tud dűzni, ahhoz az minden mást föl kell adni. Tehát ezt egy családi állapot mérgezi a családi állapotodat, akkor az üzletben nem tudsz előrelépni. Mert az a baj, hogy a világgal, hogy ma már én is az a típus vagyok, hogy azt hiszem, hogy valakit fölhívok telefonon, és az meg van beszélve. De 100-szor föl kell egy embert hívni, hogy felfogja, hogy te nem akarsz pénzt keresni? Igen. És egyszerűen nekem ehhez nincs kapacitásom, mert annyi mindennel kell foglalkozzak most már. Tehát most felvázolok, mondjuk egy 25 éves, tehetséges atlétának a hétköznapi, hogy néznek ki. Tehát reggel föl kell, azonnal hidratál, vákumgyakorlás üres gyomorral fél óra. Utána mondjuk éjgyomoros kardió fél óra. Utána evés, pihenés, evés, pózgyakorlás. Utána bemelegített izmokkal nyújtás. Utána pihenés, evés, pihenés, evés, edzés, evés, alvás. 365 napba. Igen, ez teljesen önző sportnak mondják, de ilyenkor az önzőség a cél érdekében kell, hogy meglegyen. Tehát amikor azt látom, hogy magyar versenyzőknek írják, hogy neked könnyű, mert ezt nem lehetne csinálni 8 óra munka, mert meg 12 óra, nem lehetne csinálni, de az a gyerek is dolgozik valamit, tehát ő is csinál valamit, amivel már nem tudja ezt a lépést tartani a világ legjobbjaival. Igen. Tehát eleve egy olyan hátrányból indulunk, hogy nagyon, és ami Amerikán kívül történik, az megint nem létezik az amerikai bírók számára, tehát újra föl kell építened magad. Ezért nagyon nehéz magyarként, mert kis befolyású, kis ország vagyunk, de iszonyat akaraterőnk van. Tehát ha 100-szor belénk rúgnak és beletapossák a fejed a kutyaszarba, akkor 100-szer is, egy-egyszerre is föl fogsz állni és mész elő. És ezt én nagyon szeretem, és nagyon szeretem látni ezeken az atlétákon, hogy lehet, hogy elbukik a verseny, és látom, hogy megy haza, milyen arccal, de viszont nem látja, hogy mekkora jelenfejlődésen meg keresztül. Egy. Kettő, Krisz is megmondta, hogy amikor megnyerte az olimpiát, akkor ült a hotelszobába, és így hova tovább, most mi lesz? És utána rájött, hogy hát akkor jövőre hozni kéne még egyszer. Tehát nem, amikor valaki sorozatosan elbukik, akkor is éreznie kell, hogy ez nem bukás, tehát haladsz a siker felé, csak még nem vagy ott. És amikor ott vagy, akkor nem biztos, hogy azt fogod érezni, na, megérkeztem, kinyílnak a kapuk, és most már virágszirmok hullanak az égből, és felrakják a fejemre a koronát, mert a világ nem így működik, tehát egy győzelem az nem győzelem, ez konstans az életedre vetítve, az a különbség, hogy egyszer csak lesz egy pont, ahol győzöl is. Szeresd ezeket a hétköznapokat, szeresd a monotonitást, szeresd a céljaidért való
munkabefektetés. Tehát ne éld meg ezt annyira kötelességnek, ne éld meg ezt annyira lemondásnak, hanem ezt a céljaid érdekében szeresd, és tudjál alkalmazkodni hosszú távon. Abszolút egyetértek. Akkor szerintem tudsz igazi bajnokán, ha ezt görcsösen akarod, és lemondásnak éled meg, és akkor ezt nem tudod egy-két évvel tovább csinálni, mert kiégsz. A kötelességet nem lehet hosszú távon csinálni.